Hétfőn 120 orosz előretörési kísérletet vert vissza az ukrán hadsereg a délkeleti háború sövezetben. Az ellenséges erők fő célja továbbra is a keleti Donetszki és Luhanszki régió teljes területének elfoglalása. A megszállók főleg a Limanszki, Bakhmuti, Avgyívkai, Marinszki és Donetszki irányokban támadtak nagy erőkkel. Közben a kijevi hírportálok arról írnak, hogy új zélandi önkéntes vesztette életét a kelet-ukrajnai harcokban. A sajtó szerint a férfi korábban az új zélandi haderő Hivatásos katonája volt. Ő már a harmadik új-zélandi állampolgár, aki életét veszti az ukrajnai háborúban az oroszok ellen harcolva.